Egy kormányrendelet előírja, hogy az ebek évenkéti kötelező veszettségi oltása a tulajdonosok kötelessége. Hívja fel a figyelmet dr. Fejér Barna, járási főállatorvos. Ebben segítségre szolgál az a korábban elfogadott csoportos eboltási lehetőség, amelyet sokszor az önkormányzatok szervezésével a települések így Füzesabony is lefolytatta. Ezeknek az időszaka Heves megyében általában a tavasz. Az idei tavaszon a Covid helyzet miatt, tehát a vírus, a humán vírus fertőzés miatt ezek nem lettek megtartva. Noha ezt rendelet nem tiltotta meg, de magának az állatos kamerának és a Heves megyei kormányhivatalnak is az ajánlása az volt, hogy mivel ez a tulajdonosok összecsoportosulásával jár, lehetőleg erre ne kerüljön sor, és erre a NÉBIH, amely ugye az Agrárminisztérium egy szerve, lehetőséget is adott, és egy irányadó körlevélben erre biztosított haladékot. Maga a rendelet ugye az három dolgot nevesít. Nevesíti azt, hogy mi a tulajdonos kötelezettsége. A tulajdonos kötelezettsége az, és ha van egy pici idő, akkor szívesen elmondanám, hogy milyen esetekben kell ma Magyarországon az ebeket veszettség ellen immunizálni. Ugye a rendelet szerint minden három hónapot betöltött ebb 30 napon belül kell, hogy veszettségoltást kapjon. Ezt az oltást 6 hónapon belül meg kell ismételni, és utána évente ezt újból meg kell tenni. Ennek járványvédelmi jelentősége van. Az oltás bejelentése az a tulajdonos kötelessége. Ki végezhet, mely állatorvos végezhet ilyen oltást, és milyen formában? Valamennyi olyan állatorvos ezt az oltást elvégezheti, akinek úgynevezett praxis engedélye van, tehát Magyarország területén állategészségügyi szolgáltató munkát végezhet, a rendelet nevesíti, az oltást szolgáltató állatorvos végezheti el. A szolgáltató állatorvosnak rendelkeznie kell az oltás érvényességét igazoló úgynevezett matricával, vagy hologramos matricával, amelyek a forintális tartalma a rendszernek a feltartását biztosítja. Rendelkeznie kell nyilván, és kötelessége az elvégzett oltást, ugye egy bélyegzőjével, amelyen az azonosító száma szerepel, és aláírásával hitelesíteni, valamint ellenőriznie kell a beoltott ebb csipszámát, mert ma Magyarországon ennek a rendeletnek a hatálya alatt csak olyan app kaphat, részesülhet veszettség elleni oltásban, amelynek csippes megjelölése már rendben van. És az ötödik az adminisztrációs kötelezettsége az állatorvosnak, tehát erről nyilvántartást kell vezetnie, illetve az úgynevezett PETVET data elektronikus nyilvántartási rendszerben, ahol a kutyák mikrocsippes megjelölése is felvezethető, ezt rögzítenie kell. Ezeknek a feltételeknek a megléte mellett bármely szolgáltató állatorvos ezt el tudja végezni. Füzesabonyban több olyan állatorvos is praktizál, aki jogosult a veszettség elleni vakcina beadására. Az oltások zömét már elvégezték, és szeptember hónapban mindkét városrészben volt csoportos eboltás is. Egyre kisebb és kevesebb az ezt a szolgáltatást típust igénybe vevők száma, és a veszettségoltások nagyobbik részét szolgáltató állatorvosok adták be. 12-13 különböző állatorvos is végzett a város területén eboltást. Hogy milyen lehetősége van az állattartónak ezt az oltást pótolni? Ugye ma eboltást háromféle módon lehet kérni, vagy lehet végrehajtani a rendelet. Ez pontosan szabályozza. Lehetősége van az állattartónak állategészségügyi létesítményben, magyarul kórházban vagy rendelőben ezt a szolgáltatást igénybe vennie. Egyre népszerűbb és egyre többen kérik az állattartó lakóhelyén történő ellátást. Az állattartó lakóhelyén történő ellátás bármely egyébként engedéllyel rendelkező magánállatorvos, jogosult állatorvos telefonos értesítésével vagy más egyéb módon ez igényelhető. És ugye harmadik, ma már nem annyira preferált módja
az a csoportos ebek elleni védőoltás szervezése. Ez az önkormányzatoknak könnyebbség, amiatt, hogy az ebb nyilvántartási adatokhoz egyszerre egy adott időpontban több adatot kapnak. De egyébként az előző két mód sokkal jobban preferált. Olyan településeken, ahol állatorvosi rendelő vagy állatkórházban nem is engedélyezhető csoportos állattartást magának, vagy csoportos eboltást, tehát csoportos állatösszevezetés. A magának az egész rendszernek a hatósági felügyeletét a járási kormányhivatal állategészségügyi osztálya végzi, a szakmai, etikai felügyeletét a Magyar Állatorvos Kamara. Tehát ha valakinek ezzel kapcsolatban valami jogsérelme, bármi kérdése, panasza van, tisztelettel és szívesen állunk rendelkezésére. A kötelező oltás elmaradása jogkövetkezményt vont maga után. A járási hivatal állategészségügyi osztályának több lehetősége is van a gazdák és az ebek ellenőrzésére. Rendszeresen kapjuk a humán sérülésekről, ebharapásokról, ebmarásokról, ugye az orvosi közreműködő bizonyítványokat, amelyek alapján mi a tulajdonost megkeressük, ugye az állat megfigyelését vagyunk kötelesek elvégezni, és ilyen esetben, hogyha azt tapasztaljuk, hogy nincs az állatnak érvényes feszettségoltása, akkor ugye lehet figyelmeztetni és kötelezni az állattartót erre, ha ez először fordult elő a kutya fiatalkora miatt, vagy lehet büntető szankcionálni. A következő az elektronikus rendszer alapján történő adatkérés. Ugye az elektronikus rendszer alapján történő adatkéréshez hozzáférése van a település jedzőjének, aki utcára állat tulajdonosra tudja listáztatni azt, hogy mennyi bejelentett kutya van, amely az oltást megkapta, és ha olyan bejelentés érkezik, ahogy valahol ebtartás van, és az ebben a rendszerben nem szerepel, akkor ő is, mint ebrendészeti hatáskörrel rendelkező városi, ugye önkormányzati jegyző ezt tudja kontrollálni, és a másik pedig nyilván, hogy lakossági bejelentés szúrópróbaszerű ellenőrzések alapján a járási hivatal áltegészségügyi és élelmiszerbiztonsági osztálya is tud ilyen jellegű ellenőrzéseket végezni.